A mustgáz nem más, mint a must erjedése során felszabaduló széndioxid, mely zárt térben a padlótól kezdve kiszorítja a helyiségből a levegőt. Ez sok esetben szédülést, eszméletvesztést és a legrosszabb esetben fulladásos halált is okozhat. A mustgázzal kapcsolatos pince balesetek azonban egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek. Egy gondos gazda szüreti időszakban figyel arra, hogy a pincében megfelelő legyen a szellőztetés, illetve az is nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a nagy térben próbáljuk meg minél jobban elszórni a hordókat, így is megelőzhető a mustgáz mérgezés. A másik, egy modernebb verzió, úgynevezett széndioxid érzékelőket is lehet kapni, amely felhívja a figyelmet a pincébe lépéskor, hogy emelkedett koncentráció van, amely később életveszélyt is okozhat. Régi hagyományos módszerek is célra vezetőek, ez az úgynevezett gyertyás módszer, amit még nagypapáinktól is hallhattunk, hogy egy gyertyával a kézben hatoljunk be a pincébe, és ha elalszik, akkor azon nyomban jöjjünk ki a pincéből. Azonban ezen annyit módosítanánk, hogy abban az esetben, ha már derék táj tartott gyertya alszik el, akkor már eszméletvesztéssel járó koncentrációban van ez a széndioxid fölhalmozódva a pincében. Ezért a katasztrofájában arra kéri, hogy egy hosszú rúdon, egy hosszú boton próbáljuk meg magunk előtt tartani a gyertyát, és így hatoljunk be a pincébe, és abban a pillanatban, hogy elalszik ténylegesen ez a gyertya, hagyjuk el, ugyanis életveszélyes, később pedig fulladást is okozhat ez a gázkoncentráció. A mustgázmérgezést szenvedett embereket csak légzőkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni, így ilyen esetben azonnal hívják a katasztrófavédelmet a 105-ös segélyhívószámon. A másik segítségére siető ember az oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat. A különböző gázálarcok, gázmaszkok viselése nem nyújt védelmet, hangsúlyozta továbbá a katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A témáról bővebb tudósítást láthatnak Riasztás című magazin műsorunkban.